A vonatkozó jogszabályok szerint minden gyermek, aki az adott év augusztus 31-éig betölti a harmadik életévét, a nevelési év kezdő napjától, ez idén szeptember 1-e, köteles legalább 4 órát óvodába járni. A 2020-21-es nevelési évre történő óvodai beiratkozások rendjét ezúttal felülírta az országos járványügyi helyzet. Ezzel kapcsolatban kerestük fel az Egyesített Óvodai Intézmény vezetőjét, Kisné Tóth Erzsébetet, adjon tájékoztatást a beiratkozás módjának változásáról. A megszokott időpont, hogy tavasszal vannak az óvodai és iskolai beiratkozások, ez az tanévben ez rendkívüli eseményként kerül megvalósításra. A köznevelésért felelős államtitkár utasítását követve már április 2-ától 17-éig van az óvodai beiratkozás. Minden szülőt várunk, de csak e-mailben vagy telefonszámon tudják elérni az intézményeknek a tagintézmény vezetőit. Ők szívesen várják a hívásokat és az elérhetőségek, a megadott elérhetőségeken át. Az óvodai okmányokat, amit be kell majd mutatni, azt a szeptember első munkanapokra tettük át. Mi a helyzet azokkal, akik esetleg nem tudják megoldani e-mailben ezeket a dolgokat? Azoknak marad a telefon. Írtunk több lehetőséget is, hiszen az óvodá tag intézményeknek a házi számát is megadtuk, valamint a tagintézmény vezetőknek a flottás mobil számát is. Sajnos ezekre kell, hogy szűkítsük a dolgokat. Tehát az Emberi Erőforrások Minisztériuma április 2-től 17-éig határozta meg a beiratkozás időpontját, hangsúlyozta az intézményvezető. Hozzátette, a felvételek elbírálásának határideje pedig április 20-a, melyről szintén írásban vagy telefonon kapnak értesítést a szülők. Az EMI úgy rendelkezett, hogy április 2-től 17-éig történnek a körzetes és körzeten kívüli óvodákban lévő gyerekeknek a beiratkozása, és 20-áig kell elbírálnunk az, hogy melyik gyermek melyik tagintézményben nyert felvételt. Ezúton fogjuk majd a szülőket is tájékoztatni írásban. Lehet-e tudni, hogy hány csemetére számíthatok? Megközelítő adatunk van, 95 és 120 közötti létszámra számítunk. Hány óvodára oszlik ez szét? 7 tagintézmény van Püspöklődányban, tehát 7 tagintézménybe várjuk a város különböző részén a gyerekeket. Nagy szeretettel várunk, hiszen ők a jövő, és tárgykarokkal várjuk őket. Kisné Tóth Erzsébet elmondta, a beiratkozással kapcsolatban bővebb információt az intézmények bejáratánál kitűzve találnak a szülők. A beiratkozásnak az időpontjai és a bővebb tájékoztatás a tagintézményeknek az ajtajára, kapujára vannak kifüggesztve, és az érdeklődők, vagy akiket érint ez a dolog, ott tudnak olvasni bővebben. A következő képkockák a tagintézmények elérhetőségét tartalmazzák.